Verssel, tánccal, énekkel készültek a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székely Intézményének tanulói a jeles eseményre. Balogh Róbert, tűzoltó alezredes parancsnok stábunkkal megosztotta, hogy hivatalosan 1884-ben alakult meg a Makói Önkéntes Tűzoltó Egylet, mely már az első pár évben nagy tekintélyt szerzett Csanád vármegyében. A történelem során mindig jó példaként szolgált a marosmenti településen működő szervezet, a II. Világháborút követő esztendőkben például az országos tűzoltóképzésben nagy szerepet vállalt Makó. A jelenlegi székhelyük átadójára pedig 1996-ban került sor. Természetesen minden kornak meg volt a küzdelme. A makói tűzoltók mindig hittek magukban, mindig bíztak magukban, keményen dolgoztak, sokszor saját maguk alakították ki az elhelyezési körülményeiket, és igazából nekünk nincs más feladatunk, ezeket a harcos hagyományokat kell tovább folytatnunk, és elmondhatom, hogy egy korszerű, modern eszközökkel vagyunk felszerelve, és ezekkel minden nap védjük a lakosság élet és vagyonbiztonságát. A rendezvényre Farkas Éva Erzsébet is ellátogatott. A polgármester köszöntő beszédében kiemelte, a makói tűzoltóság munkatársainak szolgálata az emberséget, a bátorságot és az önzetlen segítségnyújtást üzeni mindenki számára. Kiemelte, odaadó tevékenységükért megbecsülést érdemelnek. Makóváros önkormányzata köszönetét fejezi ki azért az áldozatos és kiemelkedő szolgálatért, mellyel városunk és a térség lakóinak biztonságát, épségét őrzik napról napra. A szervezet makói tűzvédelem megalakításának 135. évfordulóján hálánk és megbecsülésünk jeléül egy 4 nap 3 éjszakás gyulai kirándulással szeretnénk hozzájárulni a makói hivatásos tűzoltó parancsnokság 50 dolgozójának fizikai és szellemi rekreációjához. Hálánk és köszönetünk jeléül. Az ünnepségen több kitüntetés is gazdára talált, valamint minden meghívott vendég egy emlékplakettel térhetett haza. A megemlékezés nosztalgiázással is közös ebéddel zárult.